Tisztelettel köszöntöm a professzor urat műsorunkban. Az elmúlt 30 évben megvalósult Erdély Református Egyház történeti kutatás, és ennek az intézményes formában történő szervezése nagyjából az ön nevéhez köthető. A rendszerváltás után azt olvastuk, hogy azonnal cselekedett. Mit jelentett, honnan kellett elkezdeni ezt a munkát, vagy esetenként folytatni? Hát visszatekintve az elmúlt korokra, ugye hát a jelenlévő, vagy a jelenleg működő protestáns teológiai intézet 1895-ben nyitotta meg kapuit, más néven, mint a mostani, Erdély Református fakultás címszó alatt belekapcsolódott a Ferenc József Tudomány Egyetembe, annak volt egy fakultása. Na hát ott lehetett volna keretet találni annak, hogy egyháztörténeti munkát végezzen az ember, de itt nem alakult ki semmiféle ilyen intézményes keret ennek a munkának. Egyéni kutatások történtek, és nem léptünk előbbre. Egy következő korszakban, a kommunista időszakban gondolni se lehetett arra, hogy intézményes keretek között kialakuljon egyfajta ilyen egyháztörténeti kutatás. Hát az akkori viszonyok miatt, hát sajnos itt gondolni sem lehetett arra, hogy valamiféle intézményesülő egyháztörténeti kutatás kialakuljon. Így aztán mind a két időszakban megmaradt egyéni szinten ez a munka, nem lehetett egyszerűen a körülmények miatt tovább lépni. Ebben a kérdésben a 90-es fordulat ugyancsak fordulatot jelentett, hiszen utána már szabadabb világban, szabadabban lehetett ezeket a dolgokat intézni, ezt a munkát végezni. Nem beszélve arra a kommunista korszakban, hát az egy főben járó bűn volt, ha valaki történelemmel, egyháztörténelemmel foglalkozott, természetesen magyar vonatkozásban. Tehát az elképzelhetetlen volt, így aztán megmaradt a dolgozó szobáknak a rejtett titkául ez a fajta foglalatosság. 90 után sok minden történt, ami lehetőséget jelentett ennek a tudományágnak is ahhoz, hogy kibontakozhasson, minőségibb legyen, hiszen azt megelőzően hát ugye műkedvelési szinten művelték azok a lelkészek, de többek között én magam is ezt a tudományágat, hiszen nem volt olyan lehetőség, hogy ezt felsőbb fokozatra lehessen átkapcsolni. 90-ben történt a fordulat, és történt az, hogyha már az én nevemhez szíveskedett hozzá kapcsolni ennek az intézményes kiépítését, hogy akkor sikerült pályázat útján a Protestáns Teológiai Intézetnek az egyháztörténeti tanszéki által meghirdetett tanári állást elnyernem, és hát onnan indult el ez az egész dolog. Hát azt tetszett kérdezni, hogy honnan kellett indulni, hát a nulláról kellett ezt elindítani és megszervezni. Személyesen nem is igazán fűztem sok reményt hozzá, és az igazság az, hogy nem is igazán gondolkoztam ilyen nagy perspektívába, amivé vált ez az egész mozgalom, nevezzük ezt így a kezdeti szinten. Ez azt jelentette, hogy csoportos és egyéni diák kutatás is beindult. Ha azt vesszük, az elmúlt 30 esztendőben több mint 200 diák, nem számoltam össze, de biztosan megvan annyi, ahány nálam írt a szakdolgozatát. Na most már ezek közül kiemelkedett egy-két jobb képességű diák, akinek volt készsége arra, hogy ezt a munkát végezze, és én azt mondtam, hogy nem szabad őket parlagon hagyni, tovább kell biztatni őket. Így aztán egyéni és csoportos kutatás is kialakult. Volt két diák, aki az erdélyi zsinatokat próbálta meg kutatgatni, Bot Péternek az egyik igen jellemző munkája alapján, négy másik diák a protestáns teológiának az 50-től 55-ig terjedő szakaszát tárta fel, akkor még 6 vagy 7 diák foglalkozott a református kollégiumok két világháború közötti életével, történelmével, és ezek közül, ugye a kutatások közül szükségesnek tartottam azt, hogy megjelentessünk, publikáljuk ezeket. Mind a három témakör megjelent és publikáltuk, létrehoztuk ekkora az Erdély Egyháztörténeti Füzeteket. És ebben próbáltuk meg ezeket elhelyezni,
tudtam azt, hogy a diákot azzal lehet a leginkább elkötelezetté tenni az ilyenszerű tevékenység, munka, kutatás iránt, hogyha látja a finalitását a maga munkájának, és örül annak, hogy publikussá válik mindaz, amit ő feltárt. Hihetetlen nagy impulzust ad ez a diáknak, és erre utaztam én rá, és valahol ezen keresztül sikerült is megfogni jó néhány diákot arra, hogy többet tudjanak feltárni, végezni, mint az átlag diákközösség. Ugye a későbbiekben aztán megalakult a Bábes-Bolyai Tudományegyetem keretében a református tanárképzőkar, talán utóbb a Pokoli Társaság, amely szintén a kutatómunkára fektette a hangsúlyt. Hogy oszlott meg aztán ez a sokrétű tevékenység a mondjuk a három intézmény között? Hát a Pokoli Társaság az egy kutatócsoport valójában, de hogy nagyon fontos munkát végez. Igen, az illető kutatásnak új távlatokat jelentett az, hogy létrejött a Bábes-Bolyai Tudományegyetem keretén belül a tanárképző kar, nevezzük ezt így. Ezt ugyan az egyház már 1993-ban megszervezte, vallástanárokat szeretett volna képezni, és képezett is ez az intézmény. Kezdetben a Protestáns Teológiai Intézetben működött, délutáni képzés formájában. Aztán a 90-es évek második felében sikerült egyességre jutni az egyetemmel, és ott külön megszervezték a kart magyar tannyelvű oktatás formájában. Na most ez nyitott új távlatokat az egyháztörténeti kutatás szempontjából, hiszen ide sikerült áttelepíteni az itt kialakult, a lelkészképzés keretei között kialakult mozgalomnak kihelyezett tagozatát, hogy így fogalmazzuk. Következőképpen kettős párhuzamban folyt ezután az a munka, ami elkezdődött a lelkészképzőben, folytatódott tovább is, de magasabb szinten. 2003-ban sikerült megszereznem a doktorátus vezetési jogot, amellyel aztán egy magasabb szintre lépett ez a fajta kutatás, és még egy érdekes dolog adódott a doktorképzéssel kapcsolatosan, az a következő. Nyilván a kezdet-kezdetén lelkészek jelentkeztek ott, hiszen teológiai irányú képzés folyt a karon, többnyire, pedagógia mellett természetesen, viszont később megjelentek a történész hallgatók, művészettörténész hallgatók, megjelentek az archeológusok, tudnillik, ebben a korban, a 2000-es évek elején a Bábes-Bolyai Tudományegyetem fakultásain nem folyt magyar nyelvű doktorképzés. Doktori tézist csak románul lehetett írni, csak románul lehetett megvédeni. Itt nálunk lehetőség adódott arra, hogy magyarul készítsék el, és magyarul is védjék meg a tudományos tézist. Nyilván bekapcsoltam én a történelem fakultáson lévő tanárokat is ebbe a munkába, hiszen az ők neveltjei voltak. És így megpróbáltam egy picikét ezeknek a szakterületét kiszélesíteni az egyháztörténelemmel. Az a gondolat motoszkált bennem, hogy mi ugyan lelkészek, mi szakszerűen egyháztörténelmet nem igazán tudunk írni, mert nem erre képezik a lelkészeket. Viszont a történészeknek megvan a módszerük, megvan a gyakorlatuk ilyen szakdolgozatok elkészítésében, és olyan témákat jelöltem meg nekik, amelyek bizonyos mértékben kapcsolódtak az egyháztörténelemhez. Ezzel nyertek ők is, hiszen egy olyan terület nyílt meg előttük, amit azelőtt nem igazán ismertek. Mert politikatörténetet, gazdaságtörténetet, társadalomtörténetet ők tanultak, ismerték, viszont egyháztörténetet nem. Holott sok esetben az egyház történelmi események voltak azok, amelyek a társadalmat ilyen vagy olyan irányba befolyásolták, és a fejlődését megszabták, meghatározták. Következésképpen egy olyan lényeges dologgal egészült ki az ő tudományuk is, amely azelőtt ismeretlen volt a felsőoktatási képzésben a történelem szakon. Egyház művészetet tanítani vagy tanulni, azt úgy lehet a leginkább, hogy az ember kiszáll a helyszínre és számba veszi azt, hogy mi van az egyház községnek a tulajdonában, milyen klenódiumok vannak, milyen textíliák vannak, és általában milyen egyház művészeti anyag áll a rendelkezésre. Így aztán összefogtam a doktoranduszokat és vagy a történészeket persze, kiszállva gyülekezetekbe, ott nyilván megnyitottuk a lelkészi irodának a szekrényét, és onnan előszedtük azokat a tárgyakat, amik
helybénekik vannak. És az alapján próbáltuk meg az elméleti oktatást kiegészíteni a gyakorlattal, és hihetetlen sikere volt, annak mai napig is működik, 20 év távlatából ez a program, talán később rátérünk erre is. Hát nagyon sok helyre látogattak, és nagyon sok helyen megnyitották az ajtókat és a szekrényajtókat, mivel hogy azt a célt tűzték ki, hogy az Erdély összes református gyülekezetét fölkeresik, pontra teszik a levéltárat. Hol tart ez a munka, vagy befejezték a felmérést? Hát akkor már is mondom azt, amit az imént beharangoztam. Hát nyilván az Erdély Református Egyháznak körülbelül 550 gyülekezete van, élő, működő gyülekezet. Körülbelül 500 település már sikerült meglátogatni, még hátra van 50, 20, 80 település, amelyet szeretnénk aztán mi hamarabb befejezni. Hát ez azt jelenti, hogy nyilván a célunk az volt, hogy egyrészt felleltározzuk mindazt, ami jelen pillanatban egyházművészeti és levéltári anyagként a gyülekezetek tulajdonában van, és azt rendezzük, digitalizáljuk és feldolgozzuk. Most már ez a munka, amikor láttuk a siralmas helyzetét egyik-másik elhagyott településen a levéltári anyagnak, vagy a klenódium anyagnak, hát akkor adódott a kérdés, hogy jó volna legalább állagmegőrzést végezni ezekben a gyülekezetekben, és így aztán kiegészült az egész kör olyan szerű tevékenységgel is, amely ezt célozta. Savmentes dobozokba tároltuk, vagy helyeztük a levéltári anyagot, és külön erre a célra készült ilyen szőttesből, anyagból készült zsákocskába helyeztük el a klenódiumokat, és a textíliákat annak megfelelőképpen tároltuk, feltekerve és japán papírral bevonva, hogy többé-kevésbé védettek legyenek ezek a tárgyak, hiszen erdélyi múltunknak, református múltunknak az igen-igen értékes és hasznos tárgyai ezek a múltra nézve. Következésképpen kiegészült ez, és az évek során egyre inkább belekapcsolódtok ebbe. Sikerült két doktoranduszomnak itt az Erdély Múzeumban munkahelyet biztosítani, a másik két ugyancsak doktoranduszom végzi a levéltári munkát, tehát összeszokott szakmai közösség az, amely alkalomról alkalomra kiszáll, elsősorban nyáron, tavaszon és ősszel, amikor lehet, és télen pedig azt, ami felgyűjtött anyagot rendszerezik. És hát így a levéltárra jut két ember, és a kegytárgyakra jut megint két személy, aki ezeknek a munkát végezi szakszerűen. Hihetetlen gazdag anyag gyűlt fel az évek során e tekintetben, és hát hadd mondjam azt, hogy a református környezetben itt egyedülálló munka, ez tőlünk tanulnak a magyarországi egyházak, testvérek még e tekintetben is. Nem sokára kiszállnak oda a munkatársaink, hogy elmondják a tapasztalatainkat, mert hogy ők is szeretnék ezt elindítani és befejezni. Ezt mi egy picit felgyorsítottuk ezt a tevékenységet, ez megtörtént, ez 20 éve történik. És így született meg ez a tágabb intézmény is, amelynek az épületében most vagyunk, amelynek a tetőterében készül ez a beszélgetés, és amely őrzi ennek a hosszas kutató munkának a tárgyi értékeit is, hiszen akkor alakult meg a Református Múzeum is. Igen. Ezt is a református egyházkerületnek köszönhetjük, név szerint ugyancsak Kató püspök úrnak, hogy ennek a fontosságát is átmárta. A gyűjtemények azt jelenti, hogy valamennyi egyháztest igyekszik megőrizni a tudományos múltra vonatkozó tárgyait, emlékeit, és akkor nálunk megvolt a könyvtár, megvolt a levéltár, de múzeum nem volt, hogy ebből a hármas egységből jöjjön létre a gyűjtemények, így aztán végre sikerült ezt a múzeumot létrehozni, megnyitani, munkatársakat toborozni a munkához, és következésképpen néhány évvel ezelőtt létrejött ez az intézmény is, amit egyházi gyűjteménynek nevezünk, és nyilván, hogy innen rajzik ki a társaság a terepmunkára, és ide gyűjti be az anyagot. Nem csak itt van nekünk raktárunk, hanem a 15 szám alatt is mozgatható polcokról helyezzük el mindazt, amit begyűjtünk, hiszen sok helyen veszélyeztetett a levéltári anyag is, és a kegytárgy anyag is, kiváltképpen a szorvány gyülekezetekbe, amelyek hova tovább megszűnnek,
gyülekezeti tag már nincs, következőképpen onnan minden további nélkül fel tudjuk szállítani az anyagot. Ezekben a helyek, a közösségekben találtuk olyan állapotban ezt az egész emlékanyagot, ami rögtön intézkedést igényel is követel azért, hogy el ne pusztuljon, meg ne szűnjön, és hát valahol mégiscsak tovább folytatódjon az élete sora. Nagy lendülettel fejlődött tehát az elmúlt 20-30 évben az egyháztörténeti kutatás. Nagyon szépen kiteljesedett ez a munka és az intézményi kerete. Hogy látja ezzel szemben, vagy ez emellett a hitélet, a gyülekezeti élet alakulását? Hát ez egy jó kérdés olyan személy felé, aki 31 vagy 32 éve már nem gyakorolja a lelkészi szolgálatot. Hogy mi történt 32 év alatt a gyülekezetekben, azokról csak közvetett bizonyítékaink vannak. A hitélet az folytatódik abban a szűk közösségben, amely még megmaradt. Mert azért tudnivaló, hogy a gyülekezeteink igen-igen rohamos mértékben fagynak. Ilyen körülmények között azért a megmaradásra nézve létfontosságú az, hogy mennyire sikerül a lelkészeknek megfogni a gyülekezet tagjait, és valamilyen formában rávezetni arra, hogy az imának megtartó ereje van. A gyülekezeti életnek megtartó ereje van. Hál' Istennek az elmúlt években pontra tettünk minden templomot, imaházak születtek, ójultak meg, templomok javultak. Nagyon meg, szépek stb. Lettek, van-e, aki belakja így őket? Van. Ezeket kellene megtölteni egyrészt hívekkel, másrészt pedig élettel. Mert ha ez nem történik meg, akkor gyönyörű emléktárgy marad a templom és a lelkészi lakás, vagy az imaterem, vagy akár az óvoda is, ezeket valamilyen formában meg kell tölteni. Hát ha valami feladata van az egyháznak e tekintetben, az elkövetkezendőkben, az, hogy ezt a gyönyörű szép keretet most megtölteni tartalommal, vagyis élettel, élő közösséggel, élő gyülekezettel. Én csak arra emlékszem, hogy a diákokkal éveken keresztül eljártunk a mezőségre, ott lelki gyakorlatot végezni. Miért volt fontos a mezőség? Az egy különálló projektje volt. Felkarolt azt a térséget, és nem csak lelkészként, vagy egyháztörténészként. Nyilván az elsődleges szempont az volt, hogy a diákok gyakorolják azt a hivatást, amit maguknak vállaltak. És hát akkor hol alkalmasabb ez, mint a mezőségen, mert ott egyrészt gyakorolni is lehet, másrészt pedig azt a szétszórt nyájacskát mégiscsak össze lehet terelni. Ezt azzal szoktuk zárni, amit évközben minden vasárnap végeztünk, hogy összegyűjtöttük a településeknek a tagjait. Egy hetet végeztek a diákok ilyenszerű szolgálatot a mezőségen, és volt egy záró, közös istentisztelet. Autóbuszt fogadtunk, és 3-4, sokszor 500 embert a mezőség legeldugottabb sarkából is összetereltük. 2-3-10-15 tagú gyülekezeti jelent meg ott, közös fényképpel is, közös istentisztelettel, urvacsorosztással zártuk az egészet. Ott lehetett látni azt, hogy milyen jól érzik magukat a nagy tömegben azok az elszórt kis részecskéi az egyházak, amelyek itt vagy ott elszorványosodott közösségben vagy körülmények között kényszerülnek élni. Tehát ott érződött az összetartásnak, az összefogásnak az eredménye. Na most már valahol ide kellene eljuttatni az elkövetkezendő egyházi állapotokat is, akár gyülekezeti szinten, hogy lezárjuk az előbbi gondolatkört, hogy esetleg hogyan lehetne a felpörgetett vagy tartalmas egyházi munkával, élettel megtölteni ezeket az új templomokat. Széleskörű kutatómunka, oktatás, szervezés, közösségi feladatok. Az összes közül azt állította egy korábbi interjúban, hogy a régi szövegeknek a kutatása, a latin nyelv fordítása áll a legközelebb az ön szívéhez. Miért? Igen, hát ez egy egészen különálló témakör, bár kapcsolódik mindahhoz, amit az imént elmondottunk. Ennek az egész kutatásnak nyilván utaltam már rá, hogy a finalitás az, hogy ezek a művek megjelenjenek, és hozzáférhetővé váljanak. Hát ugye a forrásfeltárásnak az elsődleges célja az, hogy közismert legyen mindaz, ami addig valahol levéltárak mélyében lappangott.
Ezért aztán nem csak szaktanulmányok kiadásával próbáltuk meg ezt az ügyet szolgálni, hanem forráskiadásokat is készítettünk. Tehát két sorozatot sikerült elindítani. Az egyik az egyháztörténeti füzetek, amely a 33. kötetnél tart most, és a másik pedig a különböző egyháztörténeti adatoknak a nyilvánosságra hozatala. Ez egyfajta adattár. Az erdélyi református egyház erre a adatai. Valami ilyesmi. És ott is már 15 kötetnél tartunk, több ezer oldalnyi anyagot sikerült előbányászni és közkincsé tenni ebből azoknak, akik ezzel mélyebben akarnak foglalkozni. Na most már a szövegek közzététele az csak az egyik lépés. A hozzáférhetősége az a másik lépés, mert amit magyarul írtak, azt el lehet olvasni. Magyarul is meg lehet érteni. Amit viszont latinul írtak, sajnos oda jutott a hazai latin oktatás, nem csak ezzel van gond, más helyt is, hogy egyszerűen kikopott, kifogyott az értelmiségi közösség, amelyik még alapos latin és görög klasszikus nyelvet tanult a középiskolában is, még a két világháború között is. Miért fontos nekünk ismerni valamelyest ezeket a nyelveket? Hát a régi oktatás a klasszikus szakirodalomra épült rá. Ennek a forrásai a görög filozófia, kultúra és a latin filozófia és kultúra. Hát ez reformáció kora óta így alakult, ez volt az alapja az egész korabeli vagy korábbi oktatásnak. Ebből indult ki minden, ide tért vissza minden, ami a humaniórákat, tehát a humán tudományokat illeti. Na most már ez hosszú ideig a református kollégiumunkban tény volt, egészen a 20. századig. Tehát eléggé komoly latin és görög oktatás volt a kollégiumokban. Nyilván előkészület volt ez a magasabb képzés felé, tehát a lelkészképzés felé, hiszen ott elengedhetetlenül fontos ez a két nyelv, és hozzá lehet venni a Hébert is. Ma a valamennyi református teológián Hébert, görögöt és latint tanítanak. Héber görögöt azért, hogy a Bibliát eredeti nyelven lehessen olvasni és megérteni. Ugye Héber Ószövetség, görög az Új Szövetség, a latin pedig az egész egyházi szakirodalomnak a nyelve volt. Valamikor a tudománynak a nyelve volt, úgy, mint ma az angol. Következésképpen igen-igen felértékelődtek ezek a nyelvek a kollégiumainkban. És emiatt volt szükség ezeket megtanítani. Tehát visszatérve ide, nyilván akkor lehet valamit birtokba venni a tudományos emlékanyagból, hogyha az ember megérti azt. De miután a latin oktatása eléggé síralmas állapotban van a mai időben, hát nekem, amikor a zsinati végzéseket kiadtuk, rengeteg latin szöveg volt, hát azokat le kell fordítani, másképpen nem fogják megérteni az olvasók. Azon túlmenőleg viszont belekapcsolódtam egy olyan programba is, amit a Magyarországi Református Zsinat indított el, amikor megkérte a Calvin Institúcióját fordítsam le újra, és ez olyan folyamatot indított el, mint az előbbiek, amikről szó volt, ami tovább ment, és megszületett az Evangéliumi Harmónia három kötete, aztán a Korintusi Levél, és aztán most fejeztem be a Szegedi Kis István Lóczi Komuneszének a fordítását. Tehát hozzáférhetővé kell tenni ezeket a teológiai szakirodalmat, egyháztörténettel kapcsolatos forrásokat azokhoz, akik szívesen olvassák ezt. Nem sokan vannak, megnyugtatom, úgyhogy... Hát ez nem tudom, ha megnyugtató... Nem tolomnak, sorban nem állnak az ajtónál, de vannak, akik szívesen végzik ezt a munkát. Nem véletlenül nevezik önt intézményen belül, de talán kívül is a latin nyelv atyának, nagy tudorának. Miért ragadta meg annyira figyelmét ez a munka? Mert nem könnyű feladat. Egyrészt érteni, megérteni, értelmezni és lefordítani a latin szövegeket. Fogalmam sincs. Ez csak úgy adódott. Amikor tanár lettem, akkor két tantárgyat kellett nekem tanítani, ezelőtt 30-31 évvel, a protestáns egyháztörténet és a latin nyelvet. Na most én már azelőtt foglalkoztam ezzel, még lelkész koromban is fordítottam történelmi jellegű munkákat, például Somogyi Ambrusnak a Históriáját, nyilván a teológiai szakirodalom mellett, tehát diákkoromban már elkapott engem, nem tudom, a lendülete annak, mert
igen-igen nagy élményt jelent az ember számára az, amikor látja, hogy tele van a könyvtár latin szövegekkel, 95% a régi könyvtáraknak latinul íródott. Hát említettem, az volt a tudomány nyelve. És nagy megnyugvás volt az, amikor bementem a teológiának könyvtárba, és leveemeltem egy latin könyvet, és úgy körülbelül sejtettem már diákkoromban, hogy mit is tartalmaz ez. Szakdolgozatomat is természetesen ilyen jelleggel írtam. Nem tudom elmondani, hogy miért, de szívesen csinálom akkor is, hogyha pityókának a hektárhozama ettől nem nő. Az biztos. Viszont, hogyha valakit érdekel a téma, az annak ott áll. Ez ékes magyar nyelven is megismerhetik. Hát hiánypótló próbálok lenni a tekintetben is. Hát Szenci Molnár Albertől megtanultam, hogy az egyháznak használni kell. És hogyha én ezzel tudok használni, ezt a kegyelmi ajándékot kaptam, hát akkor ezzel igyekszem használni, hát mondjuk maximálisan is e tekintetben. Négy gyermek édesapja, mindegyikük nagykorú már, sőt unokái is vannak professzor úrnak. Azt gondolnánk, hogy egy lelkész, teológus esetében jobban összefonódik a családi élet a munkával. Ez így volt az ön esetében? Igen, így volt. Ez, hát nehéz nekem erről beszélni. Mert hogy megvan a napi penzum, a napi elfoglaltság több irányba is, aztán nem sok idő jut a családra. Most már teljesen más a helyzet, felnőttek a gyerekek, most már talán nem is tartanak igényt arra, hogy apa otthon legyen. Azelőtt pedig hát igyekeztem bepótolni azt a hiányt, amit évközben okoztam ezzel a szükségszerű, kényszerű távol léttel, és hát azért sok időt töltöttünk mi együtt, akár itt, akár máshol, kirándulva, több napos nyári kirándulásokat, vagy még téli ízéseket is egybe kapcsolva, tehát azért igyekeztem jó apa lenni, hogy sikerült, azt nem tudom, azt le kell mérni a gyerekeken, hogy milyenek lettek, hát igyekeztünk. És mit tekintetek. Igyekeztek átadni nekik, vagy melyek voltak a tanításai a gyerekei részére? Hát én magam nem tartom István királynak, hogy intelmeket fogalmazzak meg Imre Herceghez, még csak első Rákóczi Györgynek se, hogy a fiának ilyen szerű intelmeket adjon. Hát én igyekeztem olyan formában példát mutatni, hogy ne legyen kilengés ide vagy oda. Aztán, hogy sikerült-e, én azt igazából nem tudom. Én nagy pedagógus nem vagyok, és nincsen nekem ilyen nagyon szigorú pedagógiai elveim, hogy aztán leültetem, és osztályfőnöki órát tartok a gyermekekkel, ilyen vagy olyan, vagy amolyan témában. Hát én azt igyekeztem velük szembe megjeleníteni, ami egy mai hívő, református keresztény embernek a viselkedése, magatartása. De szerencsére van nekem egy kedves feleségem, a kegyelmes asszony pedig azokat a hiányokat, amiket mondjuk az én részemről kapott a család, azt szerencsésen és igen-igen duflán kipótolta. Javaslatai a pályakezdő egyházkutatók számára melyek lennének? Hát én sokszor megfogalmaztam ilyen vagy olyan alkalommal a diákoknak, hogy ahhoz, hogy az ember eredményt érjen el, oda egyrészt szívós munka kell, és állandó munka kell. Minden nap nem kell sokat, csak minimálisat elvégezni ebben a pászmában, és az egy év, két év után tekintélyes korpusszá növi ki magát. Ezt én magamon tapasztaltam, és ez a titka az egésznek. Aztán a módszer, a módszeresség, meg sok minden egyéb technikai, külső dolog az időközben előkerül és adja magát. De hogyha nincs, aki lelkiismeretesen, lélekkel, szívvel, lélekkel, ha tetszik, megszállottan nem végez valamit minden nap, hát abból nehezen gyűl össze. A cseppekből gyűl az ápor és a patak. Hát azokat a cseppeket össze kell szedni, egy irányba kell kanalizálni, és előbb-utóbb annak megmutatkozik az eredménye. Hát köszönöm szépen professzor úrnak, hogy a vendégünk volt, és további eredményes munkát kívánok. Én köszönöm a lehetőséget.